Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a Németországban kialakult káoszról lesz szó. Igyekezni fogok összefoglalni röviden, hogy mi is okozza ezt, mik várhatók a jövőben ezzel kapcsolatban, és mi a terve azoknak, akik uralják és irányítják ezt a világot a jelenlegi esemény sorozattal. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig a többség soha nem fogja megérteni azokat az erőket, amelyek munkálkodnak a világban, a háttérben, annak érdekében, hogy az egész emberiséget félrevezessék, megtévesszék, kontroll alá hajtsák és eltávolítsák a teremtőtől. The greatest Amennyiben valaki nincs tisztában azzal, hogy hogyan is működik a világ, hogy a spirituális oldalon igenis zajlik egy harc minden egyes ember lelkéért és üdvösségéért, az az ember vagy emberek soha nem lesznek képesek felfogni azt, ami történik körülöttük, és átlátni a valódi okokat. Tudod mi az, hogy őrült? Amit a többség annak tart. Igen. Ha. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Ha most visszagondolok az elmúlt évekre és az elkészített videókra, az információkra, amelyeket igyekeztem megosztani, akkor azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy mindazok, amikről szó volt, 6-7-8 évvel ezelőtt, azok már a valósággá válnak. És nem azt akarom mondani, hogy tessék, itt van ez a káosz Németországban, és az azt jelenti, hogy vége a világnak. Ez csak egy számtalan esemény és jelenség közül, amelyek jelzik azt, hogy az ember ideje lejárt itt a Földön hogy az a hamis világ, amit építettünk magunknak, és elhitettük magunkkal azt, hogy mi vagyunk a világ urai, és mindent megtehetünk, és függetleníthetjük magunkat a teremtőnktől, az összeomlani látszik. Mutatják ezek az események, hogy milyen sebezhető is a rendszer. How dare you? Hogy mindenki mennyire kiszolgáltatott ennek a rendszernek, amelyet a legtöbben utálnak, amely ellen küzdenek, és mégis nem veszik észre azt, hogy abban a helyzetben vannak, mint amit felvázolt Morpheus a Matrix című filmben Neónak, hogy igen, lerombolhatjuk ezeket a gépeket, a probléma csak az, hogy ezek a gépek szállítják ide le nekünk az oxigént, és azzal, hogy elpusztítjuk ezeket a gépeket, azzal elpusztítjuk magunkat is, Ugyanez a helyzet velünk is. Káoszt és közlekedési fennakadásokat okozott Németországban a gazdák tüntetése. A német kormány pedig ennek ellenére is megszorításokat vezetett be a gazdákkal szemben. Tegnapi nap arról számolt be az index, hogy kitartanak Németországban a gazdák, vagy jelentős kikötő forgalmát bénították meg, ahol több mint száz traktor blokkolja a forgalmat. Nekünk csak olvasnunk kell a sorok között, és látni azt, hogy ezek az emberek, akik meghozzák a döntéseket, melyek így befolyásolják, vagy befolyásolnák ezeknek a gazdáknak az életét, ezek nem ostobák. Tisztában vannak azzal, hogy milyen következményeket fog szülni egy-egy ilyen döntés. Az európai politika nagy része megrendezett jelenetekből áll ebben nincs semmi rendkívüli. Az a valóság számunkra, amit látunk a közösségi médián, többség hajlandó menni ezzel a hullámmal. Mindent elmondhatok itt a nyílt színen, ugyanis nem számít, hogy ki tud róla, mert nem tudja majd elhiggye, vagy sem. Meghozzák a döntést, hiszen a cél az, hogy a német gazdaság meggyengüljön, hogy az árak menjenek felfelé. Ez a cél, amit el szeretnének érni. Gondoljunk csak bele azok életébe, akik napról napra élnek. Nekik szükségük van arra a bevételre, amit generál a forgalom minden egyes nap. Hogyha nincsen forgalom, akkor nincsen bevétel, és az könnyen azt jelentheti, hogy tönkre mennek ezek az üzletek. A vezetők szakszervezete a jelenlegi bérek megtartása mellett a heti munkaidőt 38 óráról 35 órára csökkenteni. A német vasútársaság elutasította a munkaidő csökkentését fizetés csökkentés nélkül. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.